A Boldogasszony iskola nővérek rendje tavaly nyáron kapta vissza a nagybecskereki kolostoriskola kétharmad részét. Az épületbe ennek ellenére a nagybecskereki önkormányzat 2010. augusztusában beköltöztette a mezőgazdasági iskolát, anélkül, hogy arról a nővéreket vagy a püspökséget tájékoztatta volna. Bérleti díjat nem fizettek, az iskola nővérekkel kötött szerződésben vállaltakat sem teljesítették. Augusztus közepén a helyi újságok megjelentették, hogy ugyanaz a kormány, amely nekünk nem tudott 3 milliót adni, 30 milliót adott, a kolostoriskola még vissza nem származtatott egyharmadának a javítására. Szeptember 1-én az egyházmegye kilakoltatási kérelmet nyújtott be. Ez október 15-től érvényes, a megyés püspök elmondta. A legutóbbi tárgyalások azt sugallják, hogy sikerül megegyezni a városvezetéssel. Időközben Ulrik Mária Mónika, az iskola nővérek tartományfőnöke Magyarország vallásügyi államtitkárságával tárgyalt. Arról számolt be, mire használnák az épületet. Együttműködve az egyházmegyével, a várossal, meg hát nyilván a saját rendünknek is vannak így elképzelései, tehát hogy így alakítanánk ki valami olyan épületet, ami az ottani magyarságnak egy központi hely lehetne. A néhai kolostoriskolában a tervek szerint kollégiumot működtetnének, előadásokat és konferenciákat szerveznének, valamint számítógépes termet is kialakítanának.